Köszöntöm nézőinket, Adópercek című műsorunkat látják. Azoknak a diákoknak, akik nem tudnak elhelyezkedni tanulmányaik befejezése után, azoknak egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Erről fogunk beszélgetni Barlai Krisztinával, a NAV Baranya megyei adó- és vámigazgatóság sajtóreferensével. Üdvözlöm itt nálunk a stúdióban. Köszöntöm a nézőket. Első kérdésem az lenne, hogy milyen határidőről van szó? Az egyik határidő az október 31-e, addig érvényes a diákigazolvány, aki nem tanul tovább, illetve nem tud elhelyezkedni, arra vonatkozik egy 45 napos türelmi idő, tehát december közepéig még jogosult lesz egészségügyi ellátásra, viszont ettől az időponttól kezdve egészségügyi szolgáltatási járulékot kell neki fizetni. Ez a járulék, ez mekkora összeg, illetve milyen formában tudják befizetni ezt? Ez havonta 7050 forintot jelent, ezt mindig a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell fizetni. Akinek nem teljes hónapra szól a kötelezettsége, annak 235 forintot kell számolni naponta. Ezt az összeget be tudják fizetni akár csekken, akár banki utalással, de bármelyik ügyfélszolgálaton bankkártyával is lehet terminálon keresztül. Mire jogosult, aki ezt befizeti? Az, aki befizeti ezt az összeget, természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult. Ez azt jelenti, hogy pénzbeni ellátást nem fog kapni, tehát pénzre nem lesz jogosult, viszont ha elmegy az orvoshoz, akkor nem lesz úgynevezett piros lámpás, teljes körű ellátást fog kapni. Hova és hogyan lehet bejelenteni a kötelezettséget? A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell bejelenteni a kötelezettséget a T10-11-es számú nyomtatványon. Ezt minél hamarabb ugye meg kell tenni, hogy fedezve legyen az egészségügyi ellátás. Arra kell odafigyelni, hogy magát ezt a nyomtatványt le lehet tölteni az internetes honlapról is, illetve bármelyik ügyfélszolgálaton be lehet szerezni. Be lehet küldeni postai úton, személyesen is be lehet hozni ezt a nyomtatványt, illetve ügyfélkapun keresztül be lehet küldeni a hivatalhoz. Az nagyon fontos még, hogy aki személyesen hozza be ezt a nyomtatványt, hozza magával a szemüvegen kívül a személyigazolványt, a lakcímkártyáját, az adóazonosító kártyáját és a tajkártyáját is. Hogyan ellenőrzi a hatóság azt, hogy be van-e fizetve ez az összeg? Folyamatosan ellenőrzi, az egészségbiztosítástól folyamatosan kapja az adatokat a hivatal, de egyénenként is ellenőrizheti az adózókat, és hogyha úgy alakul, úgy alapítják meg a mulasztást, akkor évekre visszamenőleg is meg kell fizetni. Jó esetben mindenkinek lesz egyszer egy munkahelye. Mi történik akkor, hogyha valaki álláshoz jut? Abban az esetben, hogyha a munka viszont létesít az adózó, akkor a munkáltató kötelezett bejelenteni ezt a jogviszony létesítést, és ezzel a bejelentéssel egyidejűleg megszűnik az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség. Arra oda kell figyelni, hogy a munkáltató valóban bejelentse a dolgozót. Miért kell erre odafigyelni? Azért kell odafigyelni, mert nagyon fontos, hogy szabályos legyen a foglalkoztatás. Érdemes mielőtt munkába áll az adózó végignézni például az adóhivatal honlapján lévő adatbázisokat, a fekete foglalkoztatókat, a nagy tartozással rendelkezőket, a felszámolás végrehajtás alatt lévőket, mert ezeknél az adózóknál kockázatos a munkavállalás. Csak akkor kapja meg a munkaviszonyhoz kapcsolódó jogokat az adózó, hogyha rendesen dokumentáltan be van jelentve az adóhivatalhoz. Így például az egészségügyi ellátása is akkor lesz rendezett. Előfordulhat az, hogyha esetleg fekete foglalkoztatónál vállal munkát, hogy nem történik meg a bejelentés, és ez az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség, ez tovább ketyeg, és egy esetleges ellenőrzésnél fog csak kiderülni, hogy a munkáltató elmulasztotta az ő bejelentését. Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és mindezt elmondta. A nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, további jó tévézést, viszontlátásra!